Temetői műszak. A ruzsdás rákolló bikinifenék legnépszerűbb vendéglátó egysége éppen most van náluk záróra. 8 óra zárunk. Mára befejeztük a munkát. Mennem kell, mert randevúm van egy Klarinét nevezetű hölgyel. Már itt sem vagyok. Mi van? Nyitva az étterem! Mi van írva, hogy nincs? Egy herkentyű burger deluxot szeretnék csilis hasát burgonyával. Ki van zárva? Nem áll szándékomban egész éjjel dolgozni, és a magánélet? Ha nem kell a pénzem, nekem így is pénz? Jó. Pénz? Úgy érti, ha tovább nyitva tartanánk, itt hagyná a pénzét? Persze. Dunyacsáp, mostantól indul az éjszakai műszak. Úgy döntöttem, hogy mától az étterem napi 24 órán át tart nyitva. Micsoda! Soha többé nem kell abba hagynunk a munkát. Na de főnök úr. Minden jót, reggel jövök. Nem áll szándékomban egész éjjel dolgozni. És a magánélet? Na de főnök úr. Hát nem nagyszerű, Tunyacsáp, csak mi ketten, te meg én is. Az órák csak múlnak, aztán lassan fel kell, a nap is már holnap van. És mi még mindig csak dolgozunk. Izzadtak, piszkosak és fáradtak leszünk, de boldogok, mert együtt lehetünk. Akkor csapjunk a lovak közé, Tunyacsáp. Nem. Dehogy nem! Tele vagyunk vendégekkel! Tessék, üssön meg, amilyen erősen csak tud! Tunyacsáp, rengeteg dolgom van. És éjszaka van. Ide szeretném. Tunyacsáp, képzeld el, salátát vagdosok! Egész éjszaka! Ide néz, kitakarítom a mosdót! És éjszaka van. Áú, megégettem a kezem! Ezt is éjjel. Éjjel. Úgy érted, vigyem ki? Kint van a hulladéktároló, nem? Muszáj, Tunyacsáp, nagyon sötét van odakint. Azt hittem, tetszik ez az éjszakai műszak. Na jó, megteszem a rozsdás rákollóért! Nem nagy ügy. Szóval akkor nem is félsz? Nem. Mert én igen. Különösen azután, hogy... Tudod? Mit? Mit kell tudnom? Nem emlékszel? Nem mondták a hírekben is? Mondd-e! Nem! Jobb, ha nem mondok semmit, mert csak tönkretenném az éjszakai műszakodat. Mi történt? Azt akarod mondani, hogy te nem is tudsz semmit a szúró, vágó darabolóról? A túró, rágó, hablatyolóról? A szúró, vágó, darabolóról! A túró, vágó, a szúró, rágó, a fúró, hágó, a szúró, túró, fúró, a vágó, hágó, a... Igen, a szúró, vágó, darabolóról. De általában csak úgy nevezik, hogy... Mert csak ennyit tud mondani az, akit nyakon csíp, mielőtt végezne. Meséld el a történetét! Évekkel ezelőtt, itt ebben az étteremben a szúró, vágó, daraboló, herkentyű burgereket készített, épp mint te. Csak ügyesebb volt. Aztán egy kellemes nyári este, amikor félbe akart vágni egy herkentyű burgert, az történt... Elfeledkezett a szószról? Nem. Elfeledkezett mosni? Nem. Elégette a hús? Nem! Véletlenül lenyisszantotta a saját kezét! Úgy érted, így? Vagy talán így? Vagy így? Vagy így? Esetleg így? Vagy így? Vagy így? Vagy így? Vagy így? Vagy... Csak, hogy ő nem szivacs volt. És? Nem nőtt vissza a kezem! Nem! Nem tehetett mást, egy rozsdás húslapáttal helyettesítette a kezét. Aztán hazafelé menet, elütötte egy busz! El akarták hamvasztani, de csak félig sikerült!
Szóval most minden... Milyen nap van? Kedd. Kedd éjszaka visszatér a kísértet a rostás rákollóba, hogy szörnyű bosszút álljon azért, ami betörtént. Tehát ma éppen kedd van. Akkor ma éjjel eljön. Tudni fogjuk, hogy jön. Három jel előzi meg a szúróvágó tarapoló érkezését. Ha először pislákolni kezd a világítás, kialszik begyullad, kialszik begyullad. Kaphatok egy kis kecsapot? Tessék. Aztán egyszer csak csörögni kezd a telefon, de senki sem szól bele a kagylóba. Végül motorzúgás hallatszik, mert a szúróvágó daraboló azon a szellembuszon érkezik meg, amely elütötte. Leszáll a buszról és körül sem néz, úgy jön át az úttesten, de hát miért is nézze körül? Semmi nem tehet kárt benne, hiszen már nem él! Lassan az étterembe sétál és húslapát kezével bekapog az ablakon! Kinyitja az ajtót! Körülnéz, majd komótosan a pulthoz ballag! 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 És tudod, hogy mit csinál ezek után? Mi? Egész biztos, hogy tudni akarod? Igen. Minden kétséget kizáróan tudni akarod? Mit? Mit? Aztán mit csinál? Elkap! Elkap! Nagyon jó! Nagyon! Spongyabob! Spongyabob! Én csak... Spongyabob! Én csak tréfáltam! Tessék! Vicc volt, nem igaz egy szó sem! Nem igaz! Persze, hogy nem! Senkinek sincs húslapát a keze helyén, csak tréfa volt az egész! Ja. Örökké nyitva. Sosincs idő arra, hogy lemossuk a plafont. 24 órás nyitvatartás, micsoda elmebeteg ötlet! Ki jönne be a rozsdás rákollóba hajnali 3-kor? Hajnali 3 óra van. Sehol egy árva lélek, mint egy kísértett város. Nagyon vicces, Spongyabob. Mi? És a világítás is pislákolni kezd. Épp úgy, ahogy meséltem, már értem. Hogy csinálod, Tunyacsáp? Hozzá sem érsz a kapcsolóhoz. Nem én csinálom. Ez csak a rosszul megkötött vezetékek miatt lehet. Az étterem nem úgy épült, hogy napi 24 órán át működjön. Igen, tessék, halló? 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 Jó kis vicc, Tunyacsáp. Mi a jó vicc? Mindjárt megszólal a telefon, de senki sem szól bele a kagylóba. Tudom, ez is csak tréfa. Ezeket nem én csinálom, Spongyabob. Nyugalom, nyugalom, nyugalom. Semmi rendkívüli, csak pislákolt a fény. Szólt a telefon. A falakon pedig zöld színű trutyba folyik. Nincs ebben semmi különös. Mi is volt a harmadik dolog? Na hát, ilyenkor még járnak a buszok? Nem jártam. Megállt is valaki leszállt. A túróvágó, vagyis a szúrórágó, illetve a púróhágó! A szúróvágó daraboló!
Mondtam, hogy nem én csinálom. Most mi lesz? Jenny, olyan kedves vagy! Nagyon jól esik, hogy képes voltál kísértetnek öltözni és az utca túloldalán átsorogni csak azért, hogy szórakoztass engem. Meg vagyok adva! Te ennyire szeretsz engem? Mondja, Bob, a teóriád két vonatkozásban sem állja meg a helyét. Egy, ki nem állhatlak. Kettő, hogy átsoroghatnék az étterem előtt, amikor itt vagyok melletted. Le is törődj azzal, amit mondtam, Spongyabab! Tulajdonképpen mindig is ketteltelek! Egyszer a klarinétoddal piszkáltam ki a vécéből a papírt! Menj innen! Van egy üres álláshely? A húslapátomat is elhoztam. Telefonáltam, de olyan ideges voltam, hogy nem szóltam bele a kagylóba. Van ajánló levele? Pillanat! Szóval te telefonáltál és jöttél a busszal! De ki volt, aki a világítással szórakozott?